Sikeresen szerepelnek a különböző megmérettetéseken a HTE utánpótlás LAN kézilabdázói. A csapat eddigi teljesítményéről kérdeztük Pocetnyik Mária vezetőedzőt. Jelen pillanatban az U13-as lányoknak van edzése, de ezek a lányok szerepelnek a HTE színeiben, az OSB-ben is, tehát az országos serdülő bajnokságban is szerepelünk. Mit kell tudni a bajnoki eredményekről, amit eddig elértek? Az U13-as csoportot jelenleg első helyen vezetjük. Minden egyes mérkőzésenket megnyertük ebben a szezonban, úgyhogy nagy várakozással nézünk a tavaszi szezon elé. Az OSB bajnokságban ugye mi kicsiként szerepelünk, 2 évvel idősebbek a többiek. Most jelen pillanatban a 6. helyen áll a csapat, úgyhogy nagyon szép eredmény úgy gondolom ez a lányoktól. Hogyha ki kellene emelni a csapata erényét, mi lenne az? Hát a mi csapatunk erénye az, hogy minden egyes gyerekre fontos hangsúlyt fektetünk. Tehát olyan erős a csapat, amilyen a leggyengébb láncem, úgyhogy itt mindenki fontos, hogy gólt szerezzen, hogy sikere legyen, úgyhogy mindenki sikere, a csapat sikere. Mi az, amiben még javulniuk kell, hogy még tökéletesebbek legyenek? Hát igazából most jelen pillanatban a technikai fejlődésüket próbálom fejleszteni. Ezután természetesen, mivel most már egyre nagyobbak, az erőfejlesztés is most már sorra kerül. Úgyhogy még a technikai dolgokhoz hozzá fog majd jönni, hogy erősebben lőjenek, tehát hogy sikeresebbek legyenek a lövések, így aztán, hogy több, nagyobb gólarányba tudjunk eredményes lenni. Az együttes kapusát arról is kérdeztük, hogyan került kapcsolatba a kézilabdázással. Hát másodikba kezdtem, a második fél évben, szóval körülbelül olyan 4 éve. Miért választottad ezt a sportágat? Azért, mert tesóm is kézilabdázott, és nagyon megtetszett, és hát elég jó sportág. Látom, a kapusposzton vagy. Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó kapus legyen? Hát jó reflexek, de igazából én mezőnyjátékosként kezdtem, és 2 évig voltam mezőnyjátékos, és utána most lassan 2 éve vagyok kapus. Mennyivel jobb a kapuban állni, mint mezőnyben játszani? Hát én sokkal jobban szeretem a kapusságot, mert ott jobban együtt tudok élni a játékkal. A csapatotok nagyon szépen teljesít eddig a bajnokságban. Miért jó ez a csapat? Miben jó? Hát azért, mert nagyon összeszokott csapat vagyunk, elég régóta vagyunk így egy közösség, és nagyon jól együtt tudunk játszani a pályán is. Mire számítasz majd a bajnokság vége felé? Hát a felsőházban biztos feljutunk, mert eddig veretlenek vagyunk, de a felsőházban van 1-2 csapat, aki elég erős.